Viszonylag nyíltan azt mondták nekünk, hogy ha a magyar állam részesedést szeretne a vállalatunkban, akkor sokkal könnyebb lenne a helyzet. Ezt az osztrák Spar vezérigazgatója mondta a Presszének. A Nemzetgazdasági Minisztérium visszautasította az állításokat. Szerintük a Spárnak a magyar fogyasztók érdekeit kellene szem előtt tartania. Vendégünk Lentner Csaba. Jó estét, professzor úr! Van jó ezen estét. Túl is még, mert Hans Reis, az osztrák Spar csoport vezérigazgatója azt is elmondta, hogy menekítik a magyarországi vagyontárgyaikat olyan Svájcba bejegyzett cégekbe, amihez nem fér hozzá a magyar kormány, mert rossz előérzeteik vannak. És ha ezt a két dolgot, tehát a lennénk mi barátok, ha beengednél a rokonomat, állítja a vezérigazgató, hogy hangzott el ilyen mondat a magyar miniszterelnöktől, meg hogy menekítik a vagyontárgyaikat, ez egy szörnyű képet fest egy országról az Európai Unió közepén. Én azt hiszem, hogy a Spárnak a vezetője túldimenzionálja a helyzetet, a saját helyzetüket. Arról van szó, hogy 2021-ben, 22-ben, 23-ban így folyamatosan megvizsgáltam a már rendelkezésre álló számviteli éves beszámolókat, illetve a 2023-as előzetes adatokat, és azt látom, hogy folyamatosan nő a nettó árbevétele a Spárnak, miközben a működési eredménye meg folyamatosan romlik, egyre nagyobb mértékben romlik. Hát pompás különadókat kapott a magyar kormánytól. Ő is, mint az összes többi. A különadók álláspontom szerint nem játszanak ebben az eredménytelenségben szerepet, tehát nem meghatározó a különadóknak a mértéke, hogy a Spár veszteséges, amikor nem volt még különadó, akkor se túl magas eredménye volt. Én azt gondolom, hogy költségszerkezeti, költséggazdálkodási problémák lehetnek a háttérben, tehát megírni, erősebben, intenzívebben megvizsgálni a Spárnak a gazdálkodását, hogy miből fakad ez az eredménytelenség. Na, ez a vezérigazgatónak meg a részvényeseknek a dolga, ez nem a magyar kormány ügye. Csak a magyar kormányhoz vágja azt hozzá, hogy a különadók véget megy el, a különadók nélkül is a Spár nem... Nem túl eredményes. Hát én azt különadók mondom, nélkül nyereséges lenne a Spár? Alig-alig lenne nyereséges. 766 milliárd forint nettó árbevétele volt 2022-ben, ezzel 13 milliárdos veszteséget ért el. És mennyi volt a különadó abban az évben? Hát a Spárra miáltal 100 milliárd forint fölötti nettó árbevétele van, 4,5%-os adó vonatkozik a 100 milliárd forint fölötti részre. Na most a különadókat... Mit mondott az előbb? Mennyi volt a árbevétele? 766 milliárd volt a nettó árbevétele. Akkor 666 milliárdra vonatkozik a különadó. 666 milliárdra vonatkozik a 4,5, de ugye évközben lett bevezetve a különadó, tehát olyan bőséges nyereséget nem ért volna el különadók. Ha nincs különadó, akkor sem a Spár. Na most én, amit azonban aggasztónak lát, az, hogy 2021-től, ami Magyarországon az inflációt okozta, az az élelmiszer kereskedelmre vezethető vissza. Itt a 2021 júniusa és 2024 februárja között 56%-os volt a magyar élelmiszer infláció. Ne is mondja, erre emlékszem. 56%-os emelkedés volt. Na most ebben a gazdasági közegben, lényegében ez a magas infláción, azért legyünk tárgyalagosak, ezt én többször is kifejtettem, az élelmiszer üzletláncok profitáltak. Na most az, hogy a mérlegében mi van a Spárnak, hogy kimutat-e adózott eredményt, vagy nem mutat ki, hát tulajdonképpen az különböző könyvelési technikákkal, elszámolásokkal át tudja hidalni. Tehát itt elég erős a Spárnak a nemzetközi kapcsolatrendszere, ugye meg kellene vizsgálni azt, hogy milyen menedzsmentdíjak, jogdíjak mentek ki külföldre, azok indokoltak voltak-e. Professzor úr, hát jó, ezt értem. Hát ebben a helyzetben nehogy azt mondjuk, hogy amikor legmagasabb infláció meg 44,2%-os volt élelmiszerinflációban, hogy ebbe a közegbe az élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó cégek meg veszteségesek voltak. De nekünk az szerintem ebben az összefüggésben, miközben értem az érvelését, semmi dolgunk nincsen, hogy a Spár nyereséges vagy veszteséges. Ezzel foglalkozzon a vezérigazgató úr, foglalkozzanak a részvényesek, a tulajdonosok, semmi közünk hozzá. Ahhoz van viszont közünk, hogy azt állítja egy nagy nemzetközi cég vezérigazgatója, hogy a magyar miniszterelnök ajánlatot tett neki. Méghozzá arra vonatkozóan, hogy milyen jó lenne egy állami részvétel, vagy mondjuk egy rokoni részvétel a Spár vezetésében, tulajdonosi körében. Na most ezt a azért kormány ez az, cáfolta. Azért ez, az természetesen a kormány cáfolta, de el tudja képzelni, hogy
egy vezérigazgató egy nagy cég élén egy osztrák lapnak, anélkül, hogy ennek legyen bármiféle alapja. Egy ilyet ki mer mondani, miközben vannak Magyarország érdekeltségei, nem kicsik. Tehát ennek nem tudom megítélni úgy mélyebben a valóság tartalmát, de elképzelhetetlennek tartom. Lehet, az elkeseredés beszélt a vezérigazgatóból, hogy hosszú évek óta veszteséges a spár. Hát akkor mondjon le, akkor nem kell hazudni. Keresni vagy szerezni, az az élelmiszerkereskedelem volt Magyarországon az elmúlt években, és pont a spár nem tudott nyereséget felmutatni. Hát pont a spár nem, de ettől még... Hát ettől... Te még ajánlatot kell tenni neki, hogy... Most árajatot kapott, na most én nem gondolnám. Ugye ezt. Nagyon fontos most, kérdés, hogy nem üzlet. Na most, hogyha arra gondolunk esetleg, hogy a magyar államnak 2010 óta az a célja, hogy mind a energiapiacon, mind a élelmiszer árakban, mind a bankpiacon a társadalmat az indokolatlan többlet költségektől, a monopolisztikus pozíciókból elért kereskedői hasznoktól megóvja, mentesítse, tehát csökkentse a lakosságra nehezedő rezsitereket, csökkentse az árakat. Hát a spár is, amely vállalat a hatósági árszabályozást, amikor bevezették, hát nagyon élen járt abban, hogy a hatóságilag szabályozott termékeken ugye nem tudtak emelni árat, és a helyettesítő termékekre meg túlszámláztak, ezt a gazdasági versenyhivatal világosan megállapította. Mert ezt nem csak a spár csinálta, ezt az összes lánc. Az összes ezt csinálta, na most akkor mi a kifogása? Na most akkor mi a kifogása a spárnak? Hát a magyar kormány egy olyan állammodellt követ, amit úgy hívunk, hogy aktív államvezérelt gazdaságpolitika. Azzal vádolja a spár a magyar kormányt és a magyar miniszterelnököt, hogy gyakorlatilag zsarolja őket. Ezzel kapcsolatban egyébként a saját igazáért úgy megy el, anélkül, hogy felszólítást kapott volna Magyarországról, hogy az Európai Bizottsághoz fordul segítséget. Hát most az Európai Bizottsághoz lehet fordulni, egyébként a kereskedelmi különadók esetében is fordultak az Európai Bizottsághoz, és akkor a magyar államnak adtak igazat, tehát lehet panaszkodni. Egy biztos, hogy a lakosságot az indokolatlan áremelésektől meg kell védeni. De ez nem függ ezzel össze, tehát ez két különböző dolog. Ez a történet, ez az infláció valami nem utolsó sorban, nem a spár miatt és a más üzletláncok miatt, hanem minden közgazdás szerint, gondolom ön sem megy ezzel szemben, azért nagyrészt a magyar kormány tevékenysége miatt volt ekkora. Hát azért nem mondanám, mikor 2021-ben meg 2022-ben óriási kifizetések voltak. 2019-től infláció volt, hát, nem de, kicsi, de és nem 2022-ben igen, a választási kampányban embertelen kifizetések voltak a nyugdíjasoknak, meg béremelések. És ez emelte meg az odaadta, inflációt. Odaadta a kormány nyugdíjasoknak, meg a dolgozóknak a pénzt. Én ezt értem, de ettől ugrott meg az infláció. A kereskedők meg lefölözték. Hát attól ugrott meg az infláció, attól nem ugrott meg, hogy odaadta a pénzt az állam, hanem attól ugrott meg, hogy a kereskedők ezt látva, nem attól, meg árat emeltek, attól lett infláció. Mert az embereknek volt pénzük nem költeni. Akkor, igen, volt az embereknek pénzük költeni, a kereskedők, a spár is ezt a helyzetet pedig kihasználták. Ön nem hisz a vezérigazgatónak? Úgy gondolja, hogy hazudik? Nem, de én nem tudom, mi a motivációja, tehát lehet hangulatot kelteni, hangulatkeltéssel politikai döntéseket lehet befolyásolni, hát próbálkozik. Meglátjuk, lesz ennek folytatása. Lentner Csaba, köszönöm szépen. Köszönöm.